4 perc elmúlt fél 9 koronavírus körképünkkel folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en, de ahogy szoktuk, először lássuk a legfrissebb összesített adatokat adatot a világból. A regisztrált fertőzöttek száma meghaladja most már a 390.990.000-et, és világszerte több mint 5.726.000-en hunytak el a vírus okozta szövődmények miatt. Ha pedig megnézzük az összesen beadott oltások adatát, azt láthatjuk, hogy átlépte a 10 milliárd 28 milliót, ideértve tehát az összes oltást, az első, második és harmadik adagokat is. Lássuk, hogy ma honnan jelentkeznek tudósítóink, az Egyesült Királyságba, Ukrajnába és Szerbiába kapcsolunk a legfrissebb koronavírus információkért. Kezdjük akkor most az Egyesült Királysággal. Újabb vakcina kapott ugyanis zöld utat Nagy-Britanniában. A 90%-os hatékonyságú védelmet biztosító Novavax egyelőre a 18 éven felüliek számára lesz elérhető. Londonból Kertész Róbertet fogjuk most kérdezni arról, hogy mi a jelentősége az újabb elfogadott oltóanyagnak. Szervusz, jó reggelt kívánok! Öreget kívánok a nézőknek, azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a döntésnek egyelőre legalábbis jelképes jelentősége van. Sajid Javid egészségügyi miniszter a héten a londoni alsóházban bejelentette, hogy a brit gyógyszerfelügyelet jóvá hagyta a Novavax alkalmazását Nagy-Britanniában. Azonban ez most csak az első lépés afelé, hogy ez a vakcina ténylegesen megjelenjen a kínálatban, ténylegesen forgalomba kerüljön Nagy-Britanniában, tudnélik. Ezután, a döntés után még a brit kormány mellett működő, de független oltásügyi tanácsadó bizottságnak is mérlegelnie kell, hogy ajánlja-e forgalmazásra a Novavaxot, szükség van-e arra, hogy a Novavax is forgalomba kerüljön. És egyáltalán nem biztos, hogy ez az ajánlás legalábbis a belátható időn belül megszületik, hiszen Nagy-Britanniában jelenleg már 9 féle oltóanyag van forgalomban engedélyezve, és ebben a mezőnyben is elsöprő előnyben van a hazai fejlesztésű, hazai gyártású AstraZeneca Oxford vakcina. Nagy-Britanniában eddig kb. 140 millió oltási dózist adtak be, az első, a második és a harmadik dózist együtt számolva, és ennek elsőprő többsége, több mint 90% az AstraZeneca Oxford vakcinája, tehát itt jó részt monopól helyzete van az AstraZeneca-nak, és egyelőre a hatóságok nem látják szükségét annak, hogy egy újabb oltóanyag is forgalomba kerüljön. Ez úgymond tartalék. A Novavax is rendelkezésre áll, tehát az engedély megvan hozzá, és a brit kormány eddig megrendelt, lekötött legalábbis 60 millió adagot a Novavax vakcinából. Kérdés, hogy ezt mikor hívja le, kérdés, hogy ezt lehívja-e, és ez, ahogy említettem, függ attól, hogy az oltásügyi ajánlási bizottság ezt javasolja-e, ez a következő hetekben majd eldő. A kérdés már csak azért is érdekes, miszerint, hogy szükséges lehet-e ennyiféle oltóanyagra is mondjuk ilyen mennyiségben, hogy ugye többször is arról beszéltünk gyakorlatilag, mióta az oltás létezik, hogy az Egyesült Királyságban rendkívül magas az átoltottság. Rendkívül magas az átoltottság, az első adag tekintetében, tehát akik az első adagot megkapták a brit felnőtt lakosságon belül, az ő arányuk közelít a 100%-hoz. De azoknak az aránya is, akik mind a 3 adagot megkapták, közelít a 2/3-hoz, tehát szakértők ezt már szinte teljes átoltottságnak tekintik abban a tekintetben, hogy mennyire érvényesül egy lakosság, egy társadalmi méretű immunitás, ezzel a csúnya szóval élve a nyáj immunitás a fertőzésekkel és az oltás együtt. Ez a szakértői vélemények szerint szinte teljes körű már, és ez is amellett szól, hogy a Novavax egyelőre tartalékba kerül. Nem valószínűsítem, hogy a következő időben, legalábbis a beállítható időben ez az oltási márka is forgalomba kerül Nagy-Britanniában. Valószínű, hogy az AstraZeneca továbbra is megőrzi első helyét. Folytassuk Szerbiával, ahol 10-szer több a koronavírus fertőzött, mint egy hónappal ezelőtt. A legfrissebb adatok szerint az elmúlt napon 14.500 új beteget regisztráltak. Az országos válságstáb döntése értelmében meghosszabbítják a szerbiai általános és középiskolások számára a februári szünidőt. Szabadkáról jelentkezik kollégánk Prasnyó Zoltán. Zoli, hogyan értékelik most az országban a járványügyi helyzetet? Várhatóak-e például szigorítások?
Szervusz, köszöntöm a tévénézőket. Hát valóban 14.500 felett van most már a regisztrált fertőzöttek száma, illetve ez a 24 órán belüli adat, illetve 61 személy hunyt el, és jelenleg is több mint 4000 embert kezelnek kórházban, ennyien szorulnak segítségre. Az orvosok és hát nyilvánvalóan a szakértők is megegyeznek abban, hogy most már itt vagyunk az Omikron vírus variáns csúcsán, illetve ennek a hullámnak a csúcsán, a következő hetekben lesz majd ez teljesen a zeniten. És azt javasolják, hogy mivel enyhébb lefolyású fertőzésről van szó az Omikron esetében, ez pedig azt jelenti, hogy enyhébb tüneteket tapasztalnak a betegek. Ezért azt javasolják az egészségügy tehermentesítésének érdekében, hogy azok forduljanak orvoshoz, akik legalább 2-3 napja tapasztalják ezeket a tüneteket. Illetve amennyiben úgy döntenek, hogy nem fordulnának orvoshoz, akkor legalább egy hétig maradjanak otthon, vegyenek ki betegszabadságot. Úgyhogy az orvosok bizakodóak, de azért született egy olyan döntés a válságstáb részéről, hogy február közepén, amikor aztán tényleg csúcsosodik majd itt a járványhelyzet, legalábbis ami az Omikron vírus variánst illeti, február 15-én és 16-án, ami az államiság ünnepe itt Szerbiában, az úgynevezett Sretenje, és egyébként is munkaszüneti napokról van szó, valamint oktatási szünetről, egész hétre meghosszabbítják az oktatási szünetet, úgyhogy ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy február 12-től 20-áig, tehát bő egy héten át nem járnak majd az általános és középiskolás diákok az iskolába. Erre azért is volt szükség, hogy így visszaszorítsák egyébként a járvány terjedését, illetve az Omikron vírus variáns terjedését. Bizakodóak tehát az orvosok, bíznak benne, hogy a következő hetekben azért ez már lecsengőbe kerül, és hogy egy picit jobban irányíthatóvá válik majd a vírus. Ezek a legfrissebb adatok egyébként Szerbiából, 150 ember van még lélegeztetőgépen jelenleg. Ugye, ha már a britek kapcsán itt fölidéztük az oltások kezdetét, emlékezhetünk, hogy Szerbiában is az volt a helyzet, hogy más országokhoz képest, különösen Nyugat-Európához képest korán kezdtek el megfelelő mennyiségben oltani, volt is a rendelkezésre álló vakcina bőségesen, aztán azóta már odáig jutottunk, hogy valahogy nagyon megcsappant az oltakozási kedv, jelenleg ezzel most mi a helyzet? Jelenleg azt mondják az orvosok és a szakértők, hogy jelentősen megcsapant az oltási kedv. Annak ellenére, hogy naponta akár 500 ember is elmegy a Covid rendelőkbe, még mindig sokkal kevesebben veszik fel a vakcinát. Most egy megtorpanás tapasztalható ebben az orvosok szerint, főleg a fiatalok körében. Egyébként továbbra is érvényes itt, illetve kötelező jellege érvényben van a védettségi igazolás. Vendéglátóipari egységekben nem lehet ellátogatni 8 óra után. És személyes tapasztalatból is el tudom mondani, hogy ilyenkor általában itt Szabadkán, ahol én élek, kiürülnek az utcák és a vendéglátóipari helyiségek, látványosan kevesen látogatják ezeket a helyeket. Ennek nyilvánvalóan az az egyik oka, hogy kevés személy rendelkezik védettségi igazolványa, sokkal kevesebb, mint amennyire szükség lenne. Megtorpant most, azt kell, hogy mondjam, az oltakozási kedv, és az orvosok, valamint hát nyilvánvalóan a kormány is azon van, hogy valahogy fellelkesítse a fiatalokat. Itt általában róluk van szó. Az idősebb korosztály nagy része azért felvette a vakcinát, de még mindig jóval alacsonyabb az átoltottság, mint amire szükség lenne. Az 50%-hoz közelít, egyébként 49,7% körül van az oltakozási arány. Ukrajnával folytatjuk, ahol az elmúlt napokban ugyancsak rekordokat döntött az új fertőzöttek száma, az országban azonban továbbra sem terveznek zárlatot, hanem továbbra is az eddig bevált úgynevezett adaptív karantént alkalmazzák. K. Debreczeni Mihályt kérdezzük a részletekről, ugye idézzük fel, hogy mit jelent ez a bizonyos adaptív karantén szabály, illetve hogy mit mutatnak most a számok, mi indokolja ennek alkalmazását. Köszöntöm a nézőket! Ukrajnában az elmúlt napokban sorra dőltek meg a járványügyi rekordok, pont ahogy azt januárban előre megjósolták, hiszen tegnap már átlépte a 43 ezeret is az új fertőzöttek száma, mára pedig több mint 42 ezer új beteget regisztráltak. Bár a járvány kitörése óta még soha nem voltak ilyen rosszak az adatok, újabb zárlatot mégsem terveznek, hiszen az előző hullámhoz képest most sokkal kevesebben igényelnek kórházi ellátást. A szakértők szerint ez az oltási kampánynak köszönhető, amit továbbra is különböző kedvezményekkel ösztönöznek. Az első két vakcina után még mindig lehet kérvényezni az 1000 hívnyás, azaz a mintegy 12 ezer forint értékű digitális kupont, a harmadik injekciót követően pedig további 6000 forintnyi kedvezmény jár. Mindezt most azzal bővítették, hogy már nem csak a felnőttek, de a 12 éven felüli gyerekek is elkölthetik azt edzőtermekre, mozira vagy éppen könyvvásárlásra. Az Egészségügyi Minisztérium február közepére, a PESZ című stáb szakértők azonban február végére várják a mostani járványhullám csúcsát, ami akár napi 60 ezer új beteget is jelenthet majd.
és hát az országot anyagilag is rendkívül megterheli a járványkezelés, hiszen az ukrán pénzügyminisztérium épp tegnap tette közzé, hogy csak az elmúlt évben több mint másfél milliárd dollárt költöttek erre, jutott belőle a sürgősségi, a fekvőbetegellátásra, az oltási kampány költségeinek a finanszírozására, valamint az orvosok bérkiegészítésére is. És továbbra is az adaptív, vagyis a régiónként eltérő karantént alkalmazzák, és nincs kizárva az sem, hogy ennek értelmében Kárpátalja is napokon belül az úgynevezett vörös, vagyis a legrosszabb járványügyi besorolásba fog kerülni. Ha így is lesz, abban az esetben csak azon szolgáltatók működhetnek majd gondtalanul, ahol a teljes személyzet felvette mindkét vakcinát. Jelenleg a megyében minden ülést, konferenciát, nagyobb találkozót, illetve tömegrendezvényt az online térben kell megtartani. A helyi önkormányzatok és az egyéb állami hivatalok pedig csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező ügyfeleket fogadhatják. K. Debreczeni Mihálynak, Brasnyó Zoltánnak és Kertész Róbertnek köszönjük szépen az információkat.